bátaszéki kosárlabda csapat edzésén járt stábunk január 13-án. Pomsár Szilvia, csapat vezető edzője elmondta, a megemelkedett energiaárak miatt sok hátrány éri a gyerekeket is. A legkisebbekkel a megyei bajnokságban szoktunk indulni, a Nyuszi kupában, amit Szekszárdon szerveznek, vagy rendeznek, és két korosztállyal tudtunk indulni eddig már második évben, és sajnos most idén csak egy fordulót tudtunk lejátszani. A bajnokság általában ugye hétvégén zajlik, és nincsen termünk. Az energiaárak miatt ugye nem tudjuk lejátszani ezeket a mérkőzéseket, de ettől függetlenül azért ugyanúgy edzünk, és hát próbáljuk a gyerekeket motiválni azért, hogy ugyanúgy jönnek edzésre, és próbálunk olyan dolgokat, programokat is kitalálni, ami nyilván most a mérkőzést nem helyettesíti, de azért egy edzőmeccs az ugyanolyan fontos, hiszen azért a gyereknek fontos az, hogy az edzés munkát azért egy mérkőzéssel tudja bizonyítani, hogy mégis hol tartunk. Megyei szinten marad el, úgyhogy elég sok gyerekről van szó, aki ugye nem tud mérkőzést játszani. Próbáljuk azért a dolgot majd pótolni. A megyei szövetségnek nincs azért most olyan lehetőség, hogy tehát azokon az árakon, ami mondjuk egy terembérleti díja jelenleg van, ezt finanszírozni tudja, de a megoldáson van a megyei szövetség, hogy tudja pótolni a bajnokságban azért ezeket az elmaradt mérkőzéseket. A szabadban azért nem tudunk játszani, bár edzést tartottunk kint, nagyon jó volt a friss levegőn, főleg a téli szünetben azért jó idő volt, úgyhogy mi tudtunk edzeni kint. Fontos azért, hogy a gyerekeknek azért megmaradjon az az edzettségi állapota vagy felkészülése azért, hogyha újraindul a bajnokság. Szerintem vagy edzésidőpontok alatt, vagy pedig azért találunk majd idővel megoldást, hogy mégis a helyszín hol legyen, és lehet, hogy sűrűbben fogjuk majd, de biztos vagyok benne, hogy lesz rá lehetőség lejátszani. Az U14-es csapatnál nincs ilyenfajta probléma, hiszen ők edzésidőben le tudják játszani a bajnoki mérkőzéseket. A mostani helyzetet a Covid időszakhoz hasonlította az edző. Hozzátette, az sem volt könnyű, de megoldották az edzéseket. Ez a feladatuk most is. Sokszor edzettünk kint, és hát amikor már lehetőség volt bejönni a terembe, akkor ugyanúgy. Elég rossz ez az időszak, mert így jó pár év ment el sok gyereknél, és én azt gondolom, hogy azok a gyerekek viszont, akik nem sportolnak, nekik is nagyon nehéz, vagy nagyon rossz az, hogy például a testnevelése órák száma is jóval kevesebb volt, és én azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon fontos a mozgás, legyen az bármilyen sportágban. A létszámunk egyébként folyamatosan növekszik. Nagyon örülök, mert sok gyerek csatlakozott azért már az évek alatt a szakosztályunkhoz. Nyilván először a cél az volt, hogy minél több gyerek megismerje ezt a sportágat, minél többen kosárlabdázzanak. Most már azért megnyílt egy olyan út, hogy aki tehetségesebb, vagy akit kitartóbb, az tovább tud lépni ebben a sportágban. Ugye mi most már a KST Szekszárdhoz tartozunk, a bátaszéki utánpótlással, és azért lehetőség van a lányoknál, hogy átjátszanak, és nyilván amikor már nem itt edzenek nálunk, akkor automatikusan oda mehetnek a saját korosztályukba edzeni, meg mérkőzést játszani. A fiúknál ugyanúgy megvan ez az út egyébként Szekszárdon, tehát ők meg a GKS-e csapatához tudnak csatlakozni, és mondhatom, hogy most már elég sokan, négy-öt fiú most már oda jár edzeni, és a lányok száma is egyre több. A szakosztályban egyébként nagyjából 50 gyermek van, de 10-12 felnőtt is űzi még rendszeresen ezt a sportot Bátaszéken.